Sziasztok! Ma egy haul videót hoztam nektek, és megmutatok néhány olyan újdonságot, amiket így 20-20-ban fedeztem fel az üzletekben, és szerintem nektek tetszene, nekem nagyon-nagyon tetszik, és tudom, hogy sokunknak hasonló az ízlése, úgyhogy gondoltam, megmutatok néhány újdonságot, mint például ez a felső, ami a H&M-ből van, és annyira nagyon megtetszett, hogy rögtön kettő színben is megvettem, ebben a bézs alapú fekete pöttyösben, illetve egy sima feketében. Alapból, amikor megláttam az üzletben, akkor beleszerettem ebbe a mintába, tudjátok, hogy imádom a pöttyöset, meg imádom ezt a szabást a felsőknél, de amikor megláttam az árat, akkor szerelmesedtem bele igazán. 3000 forint volt összesen az a felső, és szerintem egy rohadt jó ár ezért a darabért, hiszen eléggé jó minősége is van a ruhának, egyáltalán nem tűnik olcsónak, vastag anyaga van, minőségi az egész szerintem, és így van tartása, tehát hogy tényleg így látszik rajta, hogy minőségi a ruha, ennek ellenére tényleg tök olcsó volt. Másrészt pedig, mondom, ez a szabás, ez zseniális, ez a hercegnő és a szabás az én mindenem. Szóval szerintem kb. Minden tökéletes ezzel a felsővel kapcsolatban. Imádom tényleg ezeket a puffos ujjakat, a dekoltázsa tökéletes, nem túl mély, de nem is túl zárt a nyaka, úgyhogy szerintem ez az a felső, ami kb. Majdnem mindenkinek jól áll. Viszont arra figyeljetek a vásárlásnál, hogy szerintem el van szabva a méretezés, mert a tesóm is vett ilyet, meg ugye én is, és mind a kettőnknek egyel kisebb méretet kellett vennie, amit általában hordunk, ami vagy azért van, mert tényleg el van szabva, vagy azért van, mert nem annyira szűk ez a felső, mint amennyire én gondolnám. Minden esetre a biztonság kedvéért azért próbáljátok fel még mielőtt megveszitek, aztán nézzétek meg, hogy melyik méretben érzitek jól magatokat. Maradjunk még egy kicsit a H&M-nél, ez az utolsó dolog, amit onnan szereztem be, viszont ez nem egy ruha, hanem egy H&M homos váza, vagy egy kaspú, nem tudom mi a pontos neve. Minden esetre, amikor megláttam, azonnal beleszerettem, szerintem ez a tökéletes, tipikus Alexa kaspó, mintha nekem készítették volna, ha meglátjátok, megértitek, hogy miért. Nagyon egyszerű kaspóról van szó egyébként, kicsit ilyen homok színe van, vagy ilyen piszkos fehér, nagyon piszkos fehér színe van, viszont a mintája az, ami engem abszolút lenyűgözött. Tudjátok, hogy imádom az ilyen egyvonalas műveket, az összes tetoválásom is ezzel a technikával készült. Rengeteg festmény és kép is van kiállítva a szobámban, ami ehhez kapcsolódik, és ilyen stílusa van, szóval tényleg abszolút imádom, kezdve a Picasso-s egyvonalas festményeivel és rajzaival, szóval nagyon-nagyon szeretek mindent, ami ilyen egyszerű, letisztult és absztrakt és elvont és izgalmas, úgyhogy tényleg egyértelmű volt, hogy ez a kaspó hazajön velem. Nem volt túl olcsó, azt hozzáteszem. 5000 forint volt, azt hiszem, vagy 4000 forint volt, most pontosan nem emlékszem, viszont nem olcsó. Minden esetre nem bírtam ott hagyni, muszáj volt hazajönnie velem, és tökéletes éke lett a szobámnak, úgyhogy nagyon örülök, hogy végül elhoztam. Ennyit a lakberendezős kitérőnkről, most akkor visszatérhetünk a ruhákhoz, viszont nagyon messzire azért mégsem mennék, tekintve, hogy a következő felső is egy ilyen egyvonalas stílusban készült. Az Edsőrtől kaptam ajándékba, akiknek innen is köszönöm még egyszer, és megkerestek, hogy szerintük tök illene hozzám és passzolna az én stílusomba ez a felső, mondom, persze, abszolút ez a stílus én vagyok, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon beleszerettem az összes mintájukba. És a legizgibb az egészben, hogy ezt a kollekciót Barbie-val közösen készítették, aki nekem ugye az összes tetoválásomat csinálta, szóval abszolút érzem a kapcsolatot és a connection-t ezzel a felsővel és a kollekcióval. A felső egyébként egy sima, halálegyszerű felső, amit én imádok, és erre van feketével ráhímezve a minta, és rengeteg mintából lehet választani. Nekem például az egyik kedvencem ez a suttogós volt, úgyhogy nyilván őt választottam, de mondom, tényleg nagyon sokféle verzióból lehet választani. Nagyon minőségi, tök szépen van megcsinálva a minta is, ráadásul mivel hogy hímezve van, ezért sosem fog kikopni, szóval tényleg abszolút egy jó választás. Ha esetleg ti is szeretitek az ilyen mintákat, vagy ezeket a stílusú felsőket, akkor mindenkit nézzetek szét náluk, lent hagyom az elérhetőségeket az infoboxban. Egyik nap bementem a Stradivariusba, és semmi elvárásom nem volt az üzlettel kapcsolatban, igazából csak bementem, körbenéztem, aztán ha találok valamit, elhozom. Végül kettő dolgot vettem, az első az egy sima fekete felső, ami ilyen halálegyszerű, és pont ezért vettem meg, mert ilyen egyszerű. Szükségem van ilyen nagyon semleges felsőkre, amiket bármivel fel tudok venni, akár farmerrel, szoknyával, bőrszoknyával, bármivel. Egyébként maga a felső tök egyszerűen bordázott anyaga van, hosszú ujja van, és ezért, hogy ne hazudtoljam meg magam, valami izgalom mégiscsak van benne. Kicsit ilyen pufi válla van ennek is, nem annyira, mint mondjuk ez, de azért van benne egy ilyen apró pici hercegnős vibe, olyan kicsit Alexa-s, szóval nagyon örülök, hogy megvettem, annyira drága sem volt, úgyhogy jött velem haza a kicsike.
A következő az pedig egy fekete szemüveg, egy cica szemüveg, amit egyébként már egyszer megvettem, csak aztán ügyesen Londonban szél is tört. Mindegy. Szóval kellett egy pótlás helyette, és imádom ezeket a sima egyszerű fekete cica szemüvegeket, úgyhogy megláttam a Stradiba, tudtam, hogy ez jól áll, tudtam, hogy ezt szerettem, úgyhogy megvettem újra. És remélem, legközelebb most már nem töröm. El is elkezdtünk az utolsó két dologhoz, és tulajdonképpen ez a kettő tök ugyanaz, csak két különböző boltban vettem őket. Imádom a harisnyákat, ezért várom az őszt és a telet is minden alkalommal, hogy végre tudjak harisnyát hordani. És ha a harisnyáról van szó, akkor nálam kettő létezik, a sima fekete és a pöttyös. Semmi más nem vagyok hajlandó felvenni, imádom a pöttyös harisnyákat. Úgyhogy nálam a pöttyös harisnya az egy ilyen fogyó tényező, vékonyabb, nyilván előfordul, hogy könnyen kiszakadnak, Istenem, ez van. Általában egyébként a tezenizben szoktam menni a harisnyáimat, viszont gondoltam, itt van a 20-20, új év, új élet, legyünk bevállalósak, nézzünk meg más üzletben is pöttyös harisnyát. Annyira lázadó vagyok, nem? Úgyhogy beszereztem egyet a Calzedoniából, meg egyet az F&M-ből, és meglátjuk, hogy ők hogy szuperálnak. Ennyi. Tökítsd ki. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett. Nem tudom, hogy ti találtatok-e már egyébként 20-20-ban valami új ruhadarabot, amiben abszolút beleszerettetek. Ha igen, akkor mindenképp osszátok meg velem a kommentekben, mert kíváncsi vagyok. Egyébként pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok! I can feel the stars, I can hear the bats above us in the Coca-Cola sky.